Négy erős kéz kellett a két hatalmas zsilipkő megemeléséhez. Pénteken kezdték el feltölteni a tolnai Dunaholták vizével faddomborit. Ilyen műveletre eddig még soha nem került sor. Ez egy történelmi jelentőségi pillanat. Most nyitottuk meg a Bartal zsilipet. Eddig mindig a faddombori holtákból adtuk a vizet tolnának, most ez fordítva történik, most tolna adja a vizet a dombori holtáknak. Ez sajnos a nagy asszálynak betudható, hogy nagyon alacsonyak a holtágak vízszintjei. A mostani feltöltést nehezíti, hogy annak idején, amikor a zsilipet tervezték, nem gondolták, hogy valaha a tolnai holtákból kell majd domboriba vizet engedni, így a lejtés is pont ellentétes az áramlással. Látható viszont, hogy a víz ennek ellenére elindul domboriba. A cél, hogy a mostani 104 cm-ről 112-re emelkedjen a szint. Ahhoz viszont, hogy a népszerű pihenőhely egész nyáron biztonságosan tudjon üzemelni, további betáplálásokra is szükség lesz még. Azt kell mondanom, hogy ilyen 140-es vízszintnél biztonságosan tudunk üzemelni. Tehát az az a vízmennyiség, ami nem okoz problémát, tehát nem szaporodnak fel benne a baktériumok, illetve az algák sem. Faddon és Domboriban egyébként a helyiek gyűjtést is kezdtek. 11 millió forintra van ugyanis szükségük ahhoz, hogy a vízügytől plusz betáplálást kapjanak. A pénzből több mint 8 millió már össze is gyűlt.